Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Itt vagyunk újra Városrészek titkait bemutató sorozatunkkal, amelyben két héttel ezelőtt Székesfehérvár belvárosával ismerkedtünk. Bizony hosszú történelmi visszaemlékezést hallhattak vendégeinktől, mert hogy a város történelme összefügg Magyarország történelmével. Amióta erre a műsorra készülünk, nekem mindig Radnóti szavai jutnak eszünkbe, ugye a jól ismert gondolatok. Nem tudhatom, hogy másnak tájék, mit jelent nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Nem tudom, miért gondolok erre, talán pontosan azért, mert akinek ez a táj kívülről csak egy várost jelent, egy olyan várost jelent, ami őrzi a középkori emlékeket, nekünk sokkal többet, és sokkal több titkot is tudunk meg szakértőinknek köszönhetően, akiket most is köszöntök. Először állandó szakértőnket, Váci Márkot, a Városkutató Intézet munkatársát, történészt, és itt van velünk most is a belváros nagy ismerője, aki Igari Antal műemlékvédelmi szakmérnök és Fejér megyei főépítész. Nagyon szépen köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velünk ebben a műsorban. Köszönöm a lehetőséget. Azok kedvéért, akik nem láttak bennünket két héttel ezelőtt, hát annyit elmondhatok, hogy rettenetesen élveztem hallgatni a beszámolókat, és mindezt, amit tudtok Székesfehérvár csodáiról, de egy kis rövid összefoglalást már tényleg hagy kérjek, hogy mi is hangzott el az előző műsorban. Hát, amiről röviden beszéltünk, az ugye igazából Fehérvárnak a középkori története volt, a kapcsolódó épületekkel, építményekkel, illetve a török utáni időszak, a barokkor. Gyakorlatilag két olyan nagyon fontos időszakot tárgyaltunk, hát lehet azt mondani, hogy végig, de igazából csak részleteiben érintettük, amelyek tényleg kiemelkednek a várostörténet szempontjából. Az egyik az ugye maga a város alapítást követő közvetlen időszak, ugye az a néhány évszázad, ami aztán eltelt itt Gézától kezdve, mondjuk úgy nagyjából Mátyás haláláig, és aztán a következő időszak az pedig ugye a török utáni újjáépítés, itt elsősorban ugye egyházi épületekről beszéltünk, és hát nagyjából ezen a vonalon szeretnénk tovább menni természetesen 20. századig, illetve napjainkig kibővítve. Itt szeretném felhívni a nézők figyelmét, hogyha úgy érzik, hogy egy-egy épületről, vagy egy-egy műemlékről nem mondunk el mindent, akkor egy kis türelmet kérek, hiszen ebben a műsorban igyekszünk a belvárost átölelve bemutatni, és aztán lesz majd különböző tematikus műsor, amiben mélyebben is bele tudunk menni, és sokkal több minden is kiderülhet az épületekről. Tehát ugye az 50 perc az 50 perc meghatározó, úgyhogy én azt mondom, hogy kezdjünk is bele, fekete sas. Patika. Hát ugye Patika múzeumról beszélhetünk igazából. Magát a patikát 1745-ben alapította a jezsuita rend az akkori rendházban. Egészen pontosan ebben az évben nyerték el a patika jogot, és aztán 1746-ban nyitott meg maga a feketesas patika, már akkor ezen a néven. És aztán körülbelül 30 évvel később a patika jogot, illetve magát a létesítményt a teljes berendezéssel, szekrényekkel, patikaedényekkel és minden eszközzel igazából eladták, elárverezték. Ugye a jezsuita rendnek ez egy meglehetősen nehéz időszaka volt, hát gyakorlatilag ekkor tiltották ki őket a városból és az országból, tehát tulajdonnal sem rendelkezhettek ekkor már Székesfehérváron, és aztán a mai épületben rendezte be az akkori tulajdonos a patikát, ami egészen 1975-ig egyébként működött is ebben az épületben. A Lukács család volt az utolsó, amelyik évtizedeken keresztül üzemeltette. Egyébként a szomszédos házban laktak, a Bástya utca felőli házban, majd röviden ezt is meg fogjuk mutatni, és aztán innentől kezdve bontakozik ki igazából a Patika Múzeumnak a története, hiszen a 70-es évek második felétől már Patika Múzeumként működik, némi átalakítással. Ugye a 90-es években is voltak természetesen korszerűsítések, átalakítások, a portál átalakítása, és hogyha már beszéltünk ugye régi építészekről, régi mesterekről, akkor azért említsünk meg kortársakat is. Sokszor el fog még hangozni ebben az adásban a neve, Csutin és Lehr Erzsébetnek a nevéhez kötődik a 90-es évekbeli legutóbbi nagy átalakítás, és hát az ő
munkásságának a nyomait igazából ma is őrzi ez a múzeum. Az eredeti berendezés egyébként azért az még nagy részt megmaradt, tehát nagyon jól megtekinthető. Rendkívül érdekesek a feliratok, ha valaki tud esetleg egy kicsit latinul, vagy ha nem tud, akkor nyilván van vezetett látogatás, ott meg lehet tudni, hogy mindenféle különleges anyagokkal foglalkoztak ebben a patikában. Az egyszarvú őrölt szarvától kezdve a múmiaporon keresztül nagyon sok mindennel lehet itt találkozni, de olyan növényekkel is, amelyeket ma már leginkább fűszerekként használunk, de ebben az időszakban, főleg a barokk korban még elsősorban gyógynövényekként voltak ismertek. Gyerekkorban mi még váltottunk egy gyógyszert ebben a patikában, azt hiszem, Tóni, te is. Igen, igen, én is, úgyhogy én... Ha már személyes emlékeket is említhetünk, és muszáj is említeni, hiszen az előző műsorban elhangzott, hogy milyen történelmi jelentőségű épületben született Igari Antal, és töltötte első 8 évét, amiről most fogunk beszélni, a következő évek, hiszen, ha jól tudom, a most Hímerházként ismert épületben is éltél. Igen, egy kicsit többet. 1967. november 5-én költöztünk Imre napkor, édesapám és a bátyám is Imre, és akkor még egy a házszentelőt mikor tartottuk, meg a nagy októberi szocialista forradalom 50. évfordulóján, tehát 67. november 7-én, úgyhogy ez úgy rögzült. És akkor most ennyit megint a magán részéről. Ugye említetted, hogy Hímerház, és akkor ilyenkor mindig kötelességemnek érzem, hogy kiegészítsem, hogy ez a Hímer Font Karaffa épület együttes, ugye egy ilyen nagyon disznó dolog legyen, mivel ez, ahogy Schulz István építész kollégám emlegette korábban mindig, ez egy olyan, mint egy ementáli sajt, ez az épület együttes. Hát először is 4 házszám, 1 helyrajzi szám, 3, hogy úgy mondjam, kora barokkori épület, és hogyha most elkezdünk visszaszámolni, akkor középkorból meg talán 6 darab is van benne, és mindez úgy, hogy ami az első emeleten egyik házhoz tartozik, az a másik szinten már a másikhoz, és hát mintha az egerek rágnák át, egyik helyről a másikra lehetett átmenni. Most mióta valóban sokszor szóba került a felújítás, és a sajnos hosszú Csipke-Rózsika álom után, hogy a város háza legyen, nem egybeírva, hanem külön, tehát hogy városi funkciókat ellátó épület együttes legyen, na onnantól kezdve megint visszanyerte azt a mondhatni méltó szerepét, ami illik hozzá. És azért itt a történetéhez álljon itt néhány dolog, hogy kié volt, mié volt, miért ez a 3 név. Hímer Mihály, egykori polgármester, vagy akkor mondták városbíró, az akkori szokás szerint évente volt bíróválasztás, ő tisztes foglalkozására nézve Hentes és Mészáros volt. Ez a török kűzésével egyidejű harcok, illetve a Rákóczi szabadságharc idején, ez egy nagyon jól fizető foglalkozás volt. Emlékezzen mindenki esetleg a tenkes kapitánya Tőzsér jelenetére, aki a marhával kereskedett, eladta, hadiszállító volt, azok igencsak meggazdagodtak, és nyilván ő már gazdag polgárként hozzájutott az egyik legértékesebb házhoz. Nem, hát akkor még biztos nem ilyen állapotában volt, hanem részben romos, középkori eredetű házak, amik azt lehet mondani, hogy a mostani utcákhoz képest merőlegesen felfűzött, viszonylag keskenyebb, tehát olyasmi megjelenésű, mint a Roskola utca 6-os számú épület, tehát ilyen oromzatos épületek lehettek, de ugye ezt az épületet már, tehát a Hímer féle házat, és akkor most már a nevenként, ez a mostani Jókai utca 1 és 3 számú épület, az Oskola utca 2-es, ez volt a fontház, vagy németesen Pfund, ez egy gazdag kereskedő család volt, és Karaffa pedig 18. század elején egykori városparancsnok. Nem összetévesztendő az Eperjesi Hóhér Karaffával, de az a család valamilyen módon szegről végről, ugyanúgy katonatiszt, olasz származású, de hát nyilván Habsburg Zsoltban állt.
A lényege az, hogy mindegyik a török utáni időnek a második tulajdonosa volt, az úgynevezett új szerzeményi bizotmány a tulajdonos nélküli épületeket a török kivonalása után különböző okokra hivatkozva kiosztotta. Nyilván olyanoknak, akik elnézést közel voltak a tűzhöz, valami szolgálatot tettek az udvarnak, a felszabadításban, vagy pénzügyekben, vagy hát egyéb más magas pozíciókat töltöttek be. Na, ők már vásárolták mind a hárman, Hímer, Font és Karaffa is, megvette az egy-egy ezeket az épületeket, jelentős mértékben átalakították. És az első nagyobb átalakítás az 1710-es években történt Hímer Mihály által. Az először egy úgynevezett egytraktusos épület volt, tehát így a városháztér felől ment be egy épület, és az mostani sarokkerké és a soló rész az nem tartozott hozzá, pontosabban csak egy udvarocska volt, és egyik oldalról, nyugati oldalról nyitott volt az egész épületrész. Majd aztán kedves fia, Hímer Sebestyén, aki városi pénzügyi tanácsnok is volt, örökölte az apuka után, valamikor a 20-as, 30-as években, mármint 1720-as, 30-as években, és 55-ben átalakította a 50-es években átalakította a házat, és most itt jön az érdekesség. Hát városi hivatalnok, vagy tisztségviselő volt, és ennek ellenére, vagy talán éppen ezért vette azt a bátorságot, hogy városi tulajdonra mindenféle engedély nélkül ráépített. Tehát gyakorlatilag ez a külső rész, ahol most a sarokerkélyes rész kilóg, illetve annak a része, az kilógott az egykori ingatlanon, ráépített, próbálták felszólítani. Mondhatni most így utólag, hogy hála Istennek nem sok eredménnyel, mert végül megmaradhatott az a ház, ami most a sarokerkét is hordozza, és természetesen az ő védőszentjének a kis szobrát, a kis Szent Sebestyén szobrot a kis fali fülkében. Visszatérve az épülethez magához, ugye a zárt sarokerkély, a két elnézést röhögő pofa, ehhez egy kis anekdóta fűződik. Annak idején Szombatfalvi Rudi bácsi, aki a város ismert jogásza és egyben idegenvezetője is volt, ő szokta mindig mesélni. Előszeretettel német turistáknak ezt a történetet, hogy tudják, hogy miért van ez a két röhögő pofa. De aztán nem. És akkor mindig arra hivatkozott, hát ezt már a 60-as évek elejétől kezdve, amikor meglelték a szemközti házban, a Jókaica 2-ben a befalazott ágyút. Hogy hát az az ágyú tulajdonképpen az egykori török városparancsnoknak volt a háza, egyben a háreme, és az védte a hárem hölgyeket a szemközti janicsár laktanya lakóitól. Hát a hálátlan utókor pedig így hálálta meg idézőjelben az egészet, hogy mit nekik az az ágyú, hogy ők oda bekívánnak menni. És hát ezen van a két röhögő pofa. Na, ez a kicsit humorba ágyazott történet, illetve nyilván ez nem igazolt semmivel sem, de amit biztosan tudunk, tehát az egykori polgárházak, a Hímer, Font, Karaffa, többszöri átépítést követően különböző időkben városi tulajdonba mentek át. És innen van a Hímer elnevezés is, egyrészt mert a legdíszesebb méretét tekintve is a legnagyobb volt a Hímer féleház, és legutoljára került a város tulajdonába, tehát legtovább maradt a család birtokában. 1828-ban halt ki a Hímerház férfiágon, és a nő örökösök eladták a városnak. Addigra már a többi épületrész is városi tulajdonba került. A másik kettő az az 1760-as, majd pontosabban a Karaffa ház, az legelőször, az már valamikor az 1720-as években is városi tulajdon volt. Kezdetben ott volt egyébként a városi plébánia. Majd 1820-as éveket, tehát mikor városi tulajdonba került, akkor került ide a belvárosi plébánia épülete. Nem egyházi tulajdon, városi. A város mint kegyúr adta át erre a célra. De előzetesen, ugye valamikor még az ampír stílusú falképek elkészültek a Hímerházban, valamikor az 1820-as években, ez a úgynevezett grizáj technikával.
nem akarok hazudozni, vagy káromkodni. A grizály az a szürke különböző árnyalataival megfestett falképek, és hát egy szép jelenetsor, mitológiai jelenetsor tartalmaz. Ez természetesen az idők során elkopott, lefestették, eltűnt. És kiderült az 1990-es kiürítést követő kutatások után, vagy során, hogy itt a falképek ott vannak. Majd aztán ez a hosszú Csipke Rózsi kálom, ahogy mondtam, 2005-ben végre megszakadt, és az három ütemben felújították az egész épület tömböt, gyakorlatilag 2012-vel befejezték a teljes felújítást. És ekkor előkerült, restaurálták, és kiderült, hogy ez a falkép sorozat, ez szinte tökéletesen megegyezik az Iszka-Szentgyörgyi kastélyban lévővel, figurális megjelenését tekintve, csak az egy kicsit nagyobb, mert nagyobb teremben van, de a jelenet sor lényegében ugyanazt azt a jelenetet ábrázolja. Egy fehérvári festő volt ennek az alkotója, és hát tulajdonképpen hál' Istennek megmaradt a lefestett rétegek alatt. És egy apró kis történet, akkor restaurálták most a 2000-es évek elején, hát először ugye mint úgynevezett kutatóablakokat nyitottak, megvan, mindenhol megvan ez a kis tenyérnyi kis falkép maradvány, és mikor a restaurálásra sor került, akkor vették észre, hogy hoppá, az egyik rész, a fele, az ebbe a grizály technikában, mint mondtam, a szürke különböző árnyalataival megfestve, aminek fehérnek kellene lennie, az pont átfordult feketévé. Minden bizonnyal az történt, hogy egy későbbi falfestés során annak a pigmentjével hát úgy mondjam, kapcsolatba került, és ez átszínezte a fehéret feketévé. Hát nem volt más, mit tenni, nem lehetett visszafordítani kémiai úton, hanem hát retus és új festést kapott a restaurálás során, de hál' Istennek sikerült megőrizni és újra bemutatni. Tudom, hogy mennyire fájdalmas volt neked ezt ilyen röviden összefoglalni, de vigasztal, hogy visszatérhetünk majd a Hímerház történetére. Nem tudom, hozzá szeretnél-e szólni, Márk, a Hímerház? Hát. Amit mindenképpen el szeretnék mondani én is, meg amit szeretnék hangsúlyozni, az egyrészt az árterkély. Tehát, hogy mennyire fontos motívum ez, építészeti motívum itt Fehérváron, az látszik többek között a Hímerházon is, meg még jó néhány épületen, szerintem napestig sorolhatnánk. Elég csak a belvárosban körülnézni, és már többször szóba került, ugye tévéadásokban, rádióadásokban is, majd egyszer összeszámoljuk, hogy mennyi van. Egyáltalán hány olyan épület van, amin található zárt erkély, aztán némelyiken több is van, ugye. A másik az, hogy ugye Tóni is említette, hogy városi tulajdonba került egy idő után ugye a teljes épület tömb, és hogy igazából milyen intézmények, létesítmények működtek itt. Hát jó néhány iskola működött itt a falak között, többek között lányiskola is, ugye úgynevezett apácák háza, tehát volt ez a Szatmári Irgalmas Nővérek által fenntartott iskola, aztán később ugye a Ferenc József nőnevelőnek az intézményébe költöztek ők tovább. Volt ez zeneiskola is, ugye Jókai utca 3 az egy elég híres és sokak által kedvelt, gyerekkori emlékekben őrzött zeneiskola, amiről szintén lehetett volna archív fotót hozni, de hát nyilván nagyon sokan emlékeznek rá. És lehetne még sorolni egyébként, hogy mi minden működött itt. A földszinten többnyire üzletek foglaltak helyet. Ugye Tölgy Gyulának a festékkereskedéséről hoztam például fotót, de lehetett volna a Schmidt Károlynak a cipőkereskedéséről, és lehetett volna még számos egyéb üzletről, intézményről archív fotót keríteni. Hát ez mind-mind itt működött ebben az épület együttesben, tehát ezekre érdemes azért majd koncentrálni. A érdekességként szabadna egy dolg ott még megemlíteni. Volt olyan időszak, mikor laktanyaként is működött. Méghozzá nem is állandó jelleggel, hanem olyan módon kötöttek szerződést a tulajdonosokkal, hogy amennyiben szükségeltetik, akkor a
katonaság igénybe veheti tisztek elszállásolására. És ez valamikor a napóleoni háborúk idején meg is történt. Tehát elsődlegesen pont a most látható képen is látható részen, tehát az Oskola utca felőli részen tisztek beszállásolása történt meg. És a régészeti feltárások során az egyes kályha maradványoknál megtalálták a katonai használati tárgyak egy-egy darabját, egy-egy gombot, meg katonai evőeszközt, meg ilyeneket. Menjünk tovább, a Megyeház utcába megyünk, ahol a régi megyeháza lesz a következő helyszín. Sokan nem is tudják, hogy nem a megyeháza volt mindig a megyeháza. Igen, hát ha zárt erkélyről beszélünk és Fehérvárról, akkor talán ez az egyik leghíresebb zárt erkélyes épülete a városnak, bár azt el kell mondani, hogy azért maga ez a jellegzetes zárt erkély nagyon sokáig egyébként nem volt látható. Tehát ez már egy jóval későbbi helyreállításnak, rekonstrukciónak az eredménye, hál' Istennek a szakemberek rendbe tudták hozni annyira, hogy ma már ez megtekinthető. Ugye ez volt a megyének a háza tulajdonképpen. 1727-től kezdve, amikor a polgári tulajdonostól a megye megvásárolta egészen a 19. század elejéig, amíg át nem költözött ugye maga az intézmény a mai Szent István térre, amiről majd ugye szintén lesz szó, és aztán az 1870-es években, egészen pontosan 70-ben vásárolta meg az akkori éppen szerveződőben lévő evangélikus egyházközség, és 1873-ban itt egy imaházat, illetve azon belül is egy imatermet alakítottak ki, és ugye amikor 1934-ben megépült Sándi Gyula tervei alapján a Vízivárosban található evangélikus templom, igazából a gyülekezet akkor költözött át oda, és azóta ez a liturgikus helyszín, egészen addig egyébként ezt az imaházat használták felekezeti célokra. És hát a szokásos nagy felújítás az 1970-es évek végén kezdődött el, és gyakorlatilag 80-as évek elején közepetáján fejeződött be. Ennek építésze Kremnicsán Ilona volt, illetve Márk már említette a rekonstruktőrét, aki restaurálta, sőt nem restaurálta, hanem rekonstruálta a és talán a képen itt részben látszódik, töredékekből sikerült híven az eredetihez képest kiszerkesztve, Szakál Ernőnek hívták ezt a kőfaragót, aki ilyeneket csinált. Sokan talán ennél jobban ismerik a Siklósi vár erkélyét. Na, azt ő szintén, ilyen zárt erkélyét, szintén ő hozta rendbe, vagy ismét eredeti szépségébe állította helyre. Említettem már a nézőknek, hogy ugrálunk egy kicsit, ne legyünk olyan kiszámíthatóak. Lehet, hogy most arra számolnak többen, hogy mindjárt a mai megyeházáról beszélgetünk. Eljutunk oda, de most ugrunk egy nagyot, talán korban is, és helyszínre is, hiszen a török udvar, amiről beszélhetünk. Hát korban mindenképpen ugrunk, meg térben is természetesen. Ugye, hogy maga az elnevezés honnan származik, ugye az úgynevezett Güzelce Rüsztem pasának, magyarosan fordítva Szép Rüsztem pasának volt ez a fürdője valamikoron, aminek ugye a maradványai ma láthatók az udvarban, megközelítőleg 40-50 éve vannak ebben az állapotban feltárva, illetve hát nyilván azóta már történtek különböző egyéb kutatások, és hát várják ugye azt, hogy majd valamikor bemutatható legyen. Különböző tájékoztató táblák egyebek készültek hozzá, de alapvetően sokat nem változott. Volt egyébként ennek a területén korábban egy salétromfőző ház is, ami aztán ugye egy másik területre költözött, ugye a Vízivárosi Salétrom utca, az bizonyosan mindenki számára ismert. Hát a salétromház az oda költözött, tehát nagyjából oda, ahol ma az idősek otthona megtalálható Rákóczi utca sarkán. Tehát ez volt a salétromháznak a következő állomása. És a török udvar kapcsán mindenképpen a telek szomszédot érdemes megemlíteni, egy bizonyos Iblakker Jakabot, ugyanis ez az Iblakker Jakab volt az Ibl családnak az akkori őse,
akitől egyébként magát a fürdő területéhez tartozó ingatlant is részben megvásárolták városi tulajdonba, ugye főleg a Salétron főzőház kapcsán, és aztán ennek az Iblakker Jakabnak leszármazottai volt az idősebb, illetve az ifjabb Ybl Miklós, a kereskedő, illetve ugye a fia, az országos és tulajdonképpen európai hírű építész, és innen indult a szomszédos épületből egyébként magának az Ybl családnak is a története. Megyeház utcába vissza, ha már így vándorolhatunk, itt ülve a Városháza udvarán, ezt könnyen meg tudjuk tenni, és visszük magunkkal a nézőket is, Posgai ház kapuját mutatjuk meg. Hát megmutatunk egy kaput, ami az úgynevezett Posgai házhoz kapcsolódik, ugye ez a Megyeház utca 8-as szám alatti ház. Ehhez kapcsolódóan viszont Tóninak vannak alapos kutatásai, és be fogja nekünk mutatni azt, hogy ez a Posgai ház miért is nem Posgai ház valójában. Igen, gyakorlatilag próbálkozom most már 31 néhány éve, gyakorlatilag mióta én az egyetemre jártam, volt egy úgynevezett komplex tervezési gyakorlatunk, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag 2,5 éven keresztül egy adott ingatlant kiválasztottunk, és annak, hogy úgy mondjam, történetét kutattuk, és hát megpróbáltuk helyreállítási terveit az épület tanszéken elkészíteni. Ugye említettük, hogy én a szomszédságában laktam, tehát nyilvánvalóan teljesen gyerekkorom óta adódott az, hogy az akkori romos épület, mert ugye csak annyit láttunk belőle, én legalábbis 2 méter magas falak vették körül, meg kicsit vihar verten a kapuzat, hát azért mindig mozgatta a fantáziámat. És mikor sikerült végig kutatnom a levéltárban egykori tanárom Somkuti Éva segítségével az akkor épp összegyűlő ilyen belvárosi anyagokat és sorba rendezni, és egy TDK dolgozatban feldolgozni az egészet, akkor sikerült összerakni, hogy Posgai ház, Posgai mindig emlegették. És egyszer csak azt veszem észre, amikor összerakom a sort, Posgai sehol nincs. Környező házaknál ugyanúgy végignéztem a történetet és a tulajdonosok sorát, és kiderült, hogy a szomszédban hogyha a Megyeház utca felől, ahol nincsen bejárata az épületnek, tehát a Megyeház utca 6-os, tehát Arany János utca 5-ös számú épület, ott az valóban Posgai volt. És mikor a teljes sort összeraktam, tulajdonosi sort, kiderült, hogy ez a sokáig káptalani tulajdonban lévő épületnél van közös tulajdonos. Tehát a két épület között egy Frühbeisz Ferenc nevű úr a feleségével, illetve azok leszármazottai, ez 1720-as évekből. És nem sokkal később az a szomszédos ház, az valóban Posgai birtok lett. Úgyhogy minden bizonnyal az lehetett, hogy tudták azt, hogy ez egy tulajdonosé, de az egyiket megvette a Posgai, és valamilyen módon ráragadt ez a Posgai, hogy aztán később mikor nem emlegetik a Posgai nevet ezzel kapcsolatban. Úgyhogy nagy valószínűséggel a 20. század elején ment ez a köztudatba, valami oknál fogva, méghozzá sejtem is, hogy egy térkép rajzolás során valaki, hát a kettőt, kicsit együtt kezelte, és így kerülhetett át. Úgyhogy én próbálom ezt a információt elhinteni, vagy tudatosítani sokakkal, 36 éve vagy mióta, nem igazán ment, most megpróbálkozom ismételten. Mondom, itt van a kezemben a lista, meg lehet nézni, remélhetőleg ez írásban is meg fog majd jelenni, és akkor talán... Tudom, a mítosz rombolás mindig nehezebb nem műfaj. Nem egy népszerű dolog. Nem egy népszerű dolog, de talán nem is múlik. Esetleg tudok egy jobb nevet, de ennél jobbat, hogy Posga jól hangzik. Egy Frühbeisz nem tud vetekedni vele. Én akkor a magam lassan 33 évével szeretném nyomatékosítani, hogy a Megyeház utca 8 alatti ház az a Frühbeisz, vagy Frühbeisz ház. Jó, és akkor a Posgait megpróbáljuk meg elfelejteni, amennyire lehet. Maradjunk a Megyeház utcában, hiszen van itt még két épület, a 10-es szám, illetve a 11-es szám, amit megmutatunk.
Én a 10-es számot igazából egyrészt az aktualitása miatt hoztam ide, mert fantasztikusan jó söröző működik ott, és akkor most nem akarom reklámozni nyilván. Nagyon régóta teszem hozzá, tehát már évtizedek óta az, hogy különböző tulajdonos váltások voltak, az egy dolog, teljesen mindegy. Viszont érdemes bemenni, mert nagyon szép a pincéje. Tehát ott még az eredeti boltozatok látszanak. És ami miatt még idehoztam, az az, hogy a város első gyógyszerészeti jogot, vagy patika jogot nyert polgári gyógyszerésze Sartori János Gáspár volt egykor a tulajdonosa, egészen 1714-ben bekövetkezett haláláig, és ha már az evangélikus gyülekezetet említettük, akkor azt is érdemes elmondani, hogy a 19. század második felében iskolaként és imateremként használták egyébként ezt az épületet is, tehát ez az érdekessége igazából ennek a háznak. A 11-es szám pedig az Istenszemes ház néven ismert. Igen, ennek ugye van különböző, mondjuk úgy, hogy középkori részletei, hogyha valaki bemegy a kapun, vagy középkori jellegű hát, vagy részletei inkább. Ránézünk, így úgy, van, vagy a homlokzatára ránéz, de ez alapvetően egyébként egy barokk eredetű lakóház, és ugye az Istenszem motívum, mint olyan a névadója tulajdonképpen, ugye az Istennek a megjelenítése, hogyha nem emberi alakban kívánjuk ábrázolni, akkor nyilván valamilyen jelképet el kell helyezni, és az elsősorban a szem, ami ugye mindent lát, ugye Isten szeme mindent lát, vannak ezek a különböző rigmusok, és ugye általában már a barokkor óta, sőt, hát ugye a szabadkőművességben és egyéb területeken ugye Istent általában ezzel a szemmel szokás ábrázolni, meg akár Szent Háromság ábrázolásokon is. Sétáljunk tovább az Oskola utca felé, azaz egészen pontosan az Oskola utcába, ahol az Oskola utca 6 szám mindenképpen szólításra érdemes. Így van. Hát ha lehet azt mondani, akkor Fehérvárnak a legrégebbi, ma is álló lakóháza. Sőt, amit kibővítve, szinte majdnem az ország egész területére említhetjük, igen, mindezt. Amit ugye azért nagyon sokáig nem ismert a városi közönség, sőt az országos közönség sem, hiszen kellett ahhoz egy nagyon fontos műemléki helyreállítás. 1972 és 77 között Erdei Ferenc szakmérnök vezetésével, ami feltárta ennek a háznak a középkori értékeit és részleteit. Tehát a barokkori átalakítás és bővítés után ugye feltárultak a 70-es évek első-második felében azok a középkori részletek, amik ma vörös téglával kifalazva megtekinthetők. Megtekinthető az egykori járószint is többek között, hogyha valaki megnézi az egykori pincelejárat, és egyébként rendkívül jó és forgalmas helyen van, tehát én azt gondolom, hogy turista látványosságként is mindenképpen megállja a helyét, hiszen fontos épületek között helyezkedik el. Ha szabadna erről röviden, a felújítás egy teljesen átformálta az épületet kívülről, ugyanis volt egy tipikus barokk épület, egy ilyen tükrös homlokzattal, melyen tükörkeretes díszítményekkel. Ahogy az lenni szokott, falkutatás, leverik a vakolatot egy-egy csíkban, és akkor előkerült, hogy hoppá, itt néhány helyen olyan tégla szerkezet van, ami vált. Tehát nem teljes felületen megy végig, hanem gyakorlatilag megszakad. Tehát minden bizonnyal egy kisebb épület volt, mint ahogy azt most mutatja, egy-kettő, pedig olyan nyílásokat sikerült találni rajta, hogy nem a szokványos ilyen téglány ablakok vannak, hanem egy induló nagy félkörív kőből, és mellette pedig téglából. Na most ezt, mikor sikerült kiszerkeszteni, leverve a vakolatot, kiderült, hogy egy teljesen más oromzata, egy ilyen oromzatos ház volt, és ebből szerkesztették ki ezt a nagy körívet, és benne a lőrészszerű kis ablakokat. Nagyon érdekes a mögötte levő lakás, ami valamikor a egykori Országos Műemléki Felügyelőség igazgatójának is volt a lakása. Egykori tanácselnöki, dr. Tillinger Istváné, olyan, mint egy lovakterem. Tehát egy viszonylag nagy épület, és abban a bútorok is olyanok voltak. Én kétszer voltam benne, egészen különleges élményt nyújtott az egész. És kiderült, hogy ez az épület, ami egyben Godziher Ignác szülőháza is, és őre emlékezik egy emléktábla, gyakorlatilag egész másképp nézett ki, és nagy valószínűséggel nem ez az utcával párhuzamos nyeregtetők voltak, hanem
utcával párhuzamos, azt mondtam, ugye? Ezzel szemben utcára merőleges, tehát oromfalak jelentek meg. Általában az úgynevezett királyi láb, tehát 10 királyi láb méretű, tehát 12 méter körüli, és hogyha ezen végigmegyünk tovább az Oskola utcában, ez érdekes módon még az Oskola utca 10-esre is, egy tipikus barokk épületre is átmegy, de az egy íves ház. De ha jobban megnézzük, nem íves, hanem 4 darab enyhén töréssel követhető épületek sokaság, vagy sora, és mind egy ilyen közel 12 méteres szakaszból tevődik össze, tehát így lehet visszakövetkeztetni akár több száz évvel is. A városi képtár épület, amelyről lesz majd még szó. Igen, ezt köszönöm, hogy elmondtad, ott már nem kell megemlíteni újra ezt a többszörösen tört homlokzatot. Menjünk tovább, hogyha a Hímerházzal kapcsolatban azt mondhattam, hogy Igari Antal szíve csücske, akkor azt hiszem, hogy Váci Márk szíve csücske, a fekete sas fogadó, majd szálloda, illetve kávéház, étterem, amiről beszélnünk el. Mindenképpen, de én most nagyon keveset fogok róla beszélni. Sokszor beszéltünk már róla, meg fogunk is. Ugye középkori előzményekre megy vissza, a városfal az részben ugye az udvarán húzódik, hiszen a későbbi bővítés során ugye a mai Kóch László utcáig benyúlt a telek, és maga az építmény, az épület együttes ugye kibővítve a későbbi mozival, átjáróházzal, udvarral és minden egyébbel, tehát ezt most nem is részletezném. Ugye a fénykorát azt igazából a jezsuita előzmények és a különböző polgári tulajdonosok után 1909-től élte, amikor Grósz Bernát vaskereskedő tulajdonába került, és ekkor indultak meg a nagy fejlesztései, 13-ban a mozi építés, aztán a különböző portálépítések, ugye a szomszédos épület a Sas utca 9, ma Ady Endre utca 9, aminek ma egyébként a portál kialakítása éppen zajlik, a családnak volt igazából az egyik üvegkereskedése, tehát nagyon jó helyen volt, és a szomszédos épületet vásárolta meg és fejlesztette. Igazából nagyjából az 1940-es évek elejéig, amikor ugye a család tulajdonából a zsidó törvények miatt ugye elkerült, aztán államosították, lett belőle MHS székház, betöltött különböző katonai és egyéb funkciókat, és most pedig hát több mint 10 éve városi tulajdonban van, és várja a jobb sorsát gyakorlatilag. És legalább 30 éve üresen áll. Mint említetted, beszélni fogunk majd róla, most menjünk tovább a belvárosban, az Arany János utca 12-ben látogatunk. Ez az úgynevezett Budenc ház, de ez meg is fog maradni Budenc háznak, hiszen Budenc József nyelvész valóban élt itt, és ami ugye az érdekessége, egyrészt, hogy ugye ő a Ciszterci gimnáziumnak volt a tanulója, 2 éven keresztül élt itt 1858 és 60 között, majd Szegfű Gyula történész, szintén városunk szülötte is élt a város falai között. Sulc István tervei szerint újult meg 1968-69-ben, és lett belőle az akkori István Király Múzeumnak a kiállítótere, amelyben ugye Ibl Ervinnek, a már emlegetett Ibl Miklós építésznek az utolsó, igaz, hogy távoli, de mégiscsak Magyarországon élő leszármazottja gyűjteménye található meg igazából. Ő volt az a művészettörténész, aki az elsők között, ha nem elsőként készített egy nagy monográfiát Ibl Miklósról, a felmenőjéről. A főutca egyik ékessége és a székesfehérvári kultúra egyik székhelye a Vörösmarty Színház, amely szintén nem régen újult meg, de sok minden nem ment keresztül a jelenlegi állapotáig. A többször is megújult, ugye 1872-74-ben épült fel először. Aztán működött meglehetősen hosszú ideig, ugye az alapkőletételéről egyébként sikerült egy archív fotót szerezni a gyűjteményünkbe, és ezt be is tudtuk ugye most mutatni az imént. Nagyon sok változáson ment keresztül azóta, mióta felépült. Ugye a II. Világháború során megsérült, ez ma is vitatott egyébként, hogy milyen sérülések érték, bár hát ugye korabeli archív fotókon ezért látszik az állapota, de hogy konkrétan mi okozta a sérülést, az gyakorlatilag ma sem tudjuk bizonyíthatóan. Minden esetre azt tudjuk, hogy 1957 és 62 között zajlott a felújítása, illetve átépítése, gyakorlatilag a romokból történő újraépítése, de már egy újra fogalmazott koncepció mentén kialakult gyakorlatilag egy
klasszicista, ám de mégiscsak modern épülettömb, ugye egy hozzátoldással, és ugye az az érdekesség, hogy 1962-ben a Csongor és Tünde előadásával avatták újra, tehát nem egy bánkbán előadást hoztak például ide, hogy egy közszínházat újraavassanak, ugye az általában felavató előadás szokott lenni, hanem Vörös Marti Mihály a névadónak a művét, a Csongor és Tündét, aminek ugye a főszerepében Bicskei Tibor, illetve Törőcsik Mari szerepeltek, és hát azért az Ördögfiókák között is Horváth József és Garas Dezső nevét mindenképpen érdemes kiemelni, és sok neves színész megfordult még ebben a darabban, többek között Szabó Gyula is, aki aztán később ugye az első állandó társulatnak oszlopos tagja lett a 90-es évek elején. Bocsánat, és hogyha szabadna az legújabb felújításról néhány szót. Ugye az egyik legnagyobb gondja az épületnek városképileg, vagy többször vitatott, hogy ugye az új technika, tehát színház technika egy jelentős zsinórpadlást igényelt, és hát ugye némileg külsőben, pontosabban ez erőteljesen megváltoztatta, és egy ilyen kicsit panel jellegűvé tette az épületet. És mikor sorra került a 2000-es évek elején, hogy felújítják az épületet, tervpályázatot írtak ki, amelynek az volt a lényege a Városháza kiírásában, hogy lehetőleg hát humanizálja, hogy így mondjam, ezt a padlás, zsinórpadlást, és hát végül a tervpályázat során Szőke Dencs Géza nyert, és méghozzá nagy valószínűséggel azzal, hogy a környező épületekről származó, hogy úgy mondjam, építészeti elemeket sikerült valami módon ráálmodni erre az épületre, és gyakorlatilag egy ilyen kicsit ilyen dunyhaszerű dologgal befedni ezt az egész részt, részben üvegfedéssel is, és úgy, hogy egy sokkal nagyobb hát hátsó színpadrészt még hozzá bővítettek, úgyhogy még kisajátítani is kellett épületeket. És mindezt meg tudta úgy oldani, hogy valóban humanizálta ezt az épületet, mármint a zsinórpadlás részét, bővült, nem ugyanabban a stílben, hanem gyakorlatilag bevállaltan modern hátsó résszel. Itt talán a képen látszódik is az az üveg, ami feloldja egy kicsit ezt a nehezebb megjelenést. Ugyanakkor pedig a belsőben megpróbálták visszaállítani azt a karzatos megjelenést, tehát emeleti karzatokkal, ami eredetileg volt, és hát azóta mondhatni, hogy sikeresen működik a színház. Menjünk tovább, hiszen a színházról is nagyon sokat tudnánk még beszélni, és ahogy ígérgettük, mindennel kapcsolatban itt is ezt tudjuk tenni. Ott van a szomszédságában a Magyar Király szálló, aminek szintén igazán szép történelme van. Hát ugye a Schmidek Tamásnak a majorjához tartozott ez valamikor, és aztán a Schmidek családnak az épületeként épült fel először egy posta épületnek a helyén igazából. Aztán a Zicsi grófi család vásárolta meg, és hát különböző átépítések történtek. Most éppen az archív fotón azt látjuk, hogy 1927-ben hogyan alakult át ennek a Magyar Király szállodának a kinézete. 1870-től működött egyébként szállodaként, hotelként. Ugye láthattuk itt a Zicsi-liget felőli oldalon a Schmann József típus terve alapján készült transformátorházat, illetve egy Ford szalont is láthatott, aki eléggé szemfüles volt. 1926-ban ugyanis itt nyílt egy Ford szalon, az egyik bővítményében ennek a szállodának, és hát természetesen saját kávéházzal is rendelkezett, saját képeslapot is adtak ki, és hát ennek a szállodának is azért több átépítése, bővítése volt természetesen, és voltak nagyon jellegzetes ablakrácsai, amelyeket például még Kabáci Szilárd annak idején közelről fotózott. Én nagyon sokáig nem jöttem rá arról a közeli fotóról, hogy ezek az ablakok vajon hol találhatók, és aztán egy nagyobb fotóról sikerült beazonosítani. Sajnos ezek ma már nem találhatók meg, de a szálloda az ugyanolyan nívósan működik továbbra is. És a történetéhez, ha szabadna, egy nagyon picit visszatérve a Romkerthez, vagy a nemzeti emlékhelyhez. Ugye mondtam, mondtuk, hogy a köveit mindenfelé elhordták. Na, a Magyar Király szálloda volt az, ahol két óriási követ, nagy kváder követ sikerült befalazni. Hogy került elő?
Egyszerűen villanyszerelési munkák során szerettek volna egy tokozott szekrényt, egy randát belerakni az épületbe, és furtak, és nem megy. Hát kiderült, mikor jobban leverték a vakolatot, hogy ott a nagy kváderkő, és a kőben nem óhajt elmenni a fúró, vagy alig. És erre az lett, hogy a végén sikerült kibányászni, és két nagyon szép faragott, méghozzá figurálisan faragott. Az egyik Dániel az oroszlánok között, a másik pedig a bukott angyalnak, tehát ugye az ördögnek, a Belzebubnak a létrejötte, és ez a két kő került innen ki, az ingyen kőbányából jött valamikor. Ezek azok a titkok, amelyekről beszélünk, bizony, amelyek kiderülnek. De nem... Bocsánat, ez saját szememmel már itt dolgoztam, a 80-as évek elején került ez valamikor elő, majd aztán a nagy felújítás, az pedig szintén 2000 környékén zajlott. Nem végszavazni akartam, mert mindenképpen beszélnünk kell még ebben a műsorban a Pelikán teremről is. Hiszen a színházat említettük, valamelyest kapcsolódik is hozzá a Pelikán terem a Kossuth utcában. Hát nem is kicsit, ugye gyakorlatilag az első hely volt a városban, ahol színjátszás zajlott igazából. Ugye a reformkori színjátszás az itt kezdődött Fehérváron, az úgynevezett Győri házban, és ennek a Győri háznak az úgynevezett szálájában zajlottak az első színi előadások, és aztán az 1870-es évek elején ez az úgynevezett szála összedőlt, és akkor egy másik helyet kellett keresni, úgyhogy több helyen is játszott az éppen akkor itt vendégeskedő, illetve részben Fehérváron szerveződött társulat, de a reformkorban nagyon fontos esemény például az, hogy 1842-43 terén ugye Borostyán néven Petőfi Sándor is itt vándorszínészkedett. Hát van, akinek ez nagyon fontos nyilván. Petőfi szempontjából is nagyon fontos. Nagyon sok Petőfi emlékhely van, néha én is soknak tartom nyilván. Tehát itt vendégszerepelt, a Fekete Sasban szintén fellépett egyébként ebben az időszakban, illetve az akkori Magyar Királyban is zajlottak színi előadások, tehát közvetlenül a későbbi színház épületnek a szomszédságában, tehát keresve se lehetett volna jobb helyet találni az új színháznak, mint éppen ezt a helyet, ahol éppen a szomszédban ugye színi előadások zajlottak, és aztán ugye később is a művészeti életnek egy nagyon fontos meghatározó helye lett, hiszen a Fehérvári Művészek Társasága a mai napig itt működik, és ugye itt található meg a Vörösmarty Színháznak a kamaraterme is, ahol ugye a kamara előadások zajlanak. A 19. század elején teljes mértékben egy soklakásos és nem túl komfortos lakásokból álló bérházzá alakult. Emiatt volt egy kedves beceneve, Chicagónak hívták. Nyilván nem kell lefordítani, hogy miért. Az egyik ilyen TDK dolgozatomban néztem, hogy gyakorlatilag a belvárosban ez volt a legtöbb, most a történelmi épületeket figyelme, legtöbb lakóval rendelkező épület. Ez is az úgynevezett Kossuth utcai tömbrehabilitáció keretében újult meg, akkor ez még működött, gyakorlatilag a 70-es évek közepe táján, akkor sikerült kitisztítani az udvarát, és akkor került bele ismételten, hát a mostani Pelikán udvar nevet involváló színpadtér, illetve hát később a földszintjén az a rész, ami aztán a további bővítések során egy ilyen átjáró kis szárnyá is vált már a Kossuth tömb belseje felé. És megint elfogyott az időnk, de hát említettük, hogy a belvárosról bizony több műsort is hallhatnak, láthatnak majd a nézők itt a Fehérvár Televízióban, úgyhogy vissza fogunk térni két hét múlva. Én nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, Igari Antalnak és Váci Mártnak ezt a sok értéket, amit megosztanak velünk, és köszönjük természetesen a Városházának a helyszínt, illetve a Fehérvár Televízió nézőinek, hogy velünk voltak. Városrészek titkaival legközelebb két hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra!